Bizony, még Adolf Hitler is volt szerelmes, sőt halála előtt még meg is házasodott, mielőtt a szövetségesek rádöntötték volna a bunker ajtót. No de hogy a harmadik birodalom Führere mennyire is volt nőcsábász, illetve mégis mennyi esélye volt a hölgyeknél, az kiderül ebből a videóból. A nácik nem voltak éppen azok az emberek, akik a férfiakat és a nőket egyenlőnek tekintették volna. Ez különösen igaz volt azokra a férfiakra, akik a harmadik birodalmon belül építették karrierüket, különösen az államvezetésben. Adolf Hitler nyilvánosság előtt konzervatív úriember módjára viselkedett a nőkkel, ugyanakkor megvolt róluk sokszor a maga fűszeres véleménye. Mein Führer, a hölgy kikosarazta magát, másba szerelmes! Majd elmúlik! Hitler első szerelmét 16 évesen ismerte meg, 1905-ben. A lány ekkor 14 éves volt, egy jómódú linci családból származott. Stephanie Rabacsnak hívták. Akkori barátja August Kübcsek volt a későbbi karmester, aki úgy emlékezett vissza, hogy Adolf 4 évig reménytelenül sóvárgott a lány után. Még verset is írt neki. Stephanie viszont soha se sejtette, hogy a fiatal osztrák fiú rajong érte. 1917-ben ismert meg Hitler egy Charlotte Lobion nevű hölgyet, vélhetően még az első világháború alatt katonaként. A francia hölgyel jó barátságot ápolt, azonban nem tudni, hogy volt-e köztük több. Charlotte fia Jean-Paul szerint Hitler az apja volt, azonban ez az állítás nem állja meg a helyét. A születése és a neveltetésének a dátuma nem illeszhető bele Hitler életútjába. Adolf Hitler nem igazán kereste azóta a nők társaságát fiatal korában. A nagy érdeklődést a politikai karriere hozta meg. A sörpucsot követően rengeteg levelet kapott fiatal hölgyektől, akik még a testüket is felkínálták Hitlernek, csak hogy vele lehessenek, a levélhez időnként fényképeket is mellékeltek. Apjához hasonlóan Adolf erősen vonzódott a tőle jóval fiatalabb lányokhoz. Így hozta össze a sorsőt 37 évesen, 1926-ban egy 16 éves szőke lányjal, Maria Reiterrel, akit csak Miminek szólított. Mimi a Berchtesgadeni Deutsches Haus szálloda földszintjén levő ruhaüzletben dolgozott, ott segített be az apjának. Hitler oda járt berendszeresen udvarolni a hölgyeménynek, mivel akkoriban halt meg Maria édesanyja, így kellőképp imponáló volt számára, hogy egy híres politikus körül rajongja és törődik vele. Hitler még kirándulni is elvitte párszor magával, azonban rövid időre megszakadt a kapcsolat. Karácsonykor még kapott a lány a későbbi Führertől egy bőrkötéses Mein Kampfot, milyen eredeti, de Hitler ezzel is zárta kettőjük viszonyát. Ebben ő nem látott többet. Mimi, amint erre ráébredt, felakasztotta magát. A lány sógóra talált rá időben és elvágta a kötelet. A lány még megpróbálta Hitler népszerűségét meglovagolni a későbbiekben, és azt állította, hogy 1931-ben a Führer felhívta egyszer magához és ágyba bújtak. Erre azonban nincs semmilyen bizonyíték. A nő történetének részletei pedig nem felelnek meg a valóságnak. Egy lány viszont nagyon megdobogtatta Hitler szívét. A saját féltestvérének, Angelának a lánya volt, akit Angela Rabalnak hívtak. A Gelinek becézett lány 1927-ben költözött Bécsbe, bácsikája a későbbi Führer lakása közelébe, az orvosi egyetemre iratkozott be. Meglepő módon Hitler nem bírálta, hogy unokahúga felsőfokú tanulmányokat folytat, ugyanakkor benne lehet az is a pakliban, hogy tudta róla, a tanulmányait lustaság és motiváció hiányában nem fogja folytatni. Amikor Angela Münchenbe költözött még ugyanabban az évben, Hitler onnantól végig az idősebb férfi családtagként adta a lánynak az utasításokat és az iránymutatást arra vonatkozóan, hogy mi az, amit megtehet, és mi az, amit nem. Ez sokszor Geli akaratával is ellentétes volt, így gyakori volt kettejük szembenállása. Hitler személyi sofőrje, mikor bejelentette, hogy megkérte a lány kezét, a nemzeti szocialista nagybácsi olyannyira megharagudott rá, hogy a sofőr attól félt, ott helyben lelövi. Erre szerencsére nem került sor, a sofőrt kirúgta, és miután kiderült, hogy zsidó felmenői vannak, végleg elhesegette a lány mellől. Angela 1929-ben közös lakásba költözött Hitlerrel. A lány felügyelet nélkül nem hagyhatta el a lakást, bárhol is járt, korán haza kellett térnie. Adolf nagybácsi szó szerint kisajátította őt. Azért, hogy jobb kedvre derítse, Hitler rendszeresen elhalmozta őt új ruhákkal, különféle drágosságokkal, ajándékokkal. Geli 1931-ben megismerte egy zsidó zenetanárt, akivel randevúzott is.
Egy levél maradt fenn, amiben jelezte a házasodási szándékát a lányjal, és jelezte neki, hogy jöjjön el mielőbb a bácsikájától, mert Geli igenis erős és független nő, aki tud önállóan érvényesülni az életben. Ez valószínűleg Hitler tudomására juthatott, mert Geli szándékozott hátrahagyni egy levelet neki. Ernst Hofstadtl kezébe jutott ez az üzenet, ami a férfi visszaemlékezései szerint ez egy búcsúzó üzenet volt, amiben olyan sértegető szimbólumok, rajzok is szerepeltek, amik egy férfi impotenciáját akarták kifigurázni. 1931-ben Hitler egy észak-németországi kampánykörútra ment, mikor Geli otthon a lakásból elővette a későbbi Führer revolverét és melbelőtte magát. Egyes feltételezések szerint Angela így akart szabadulni végleg ebből a túlzott szeretetből, amit kapott. Mások szerint aznap, amikor ez történt, reggel Hitler és Angela veszekedtek egymással, és ez vezetett a tragikus esethez. Ahhoz kétség sem fér, hogy ha bár köztük semmilyen testi kapcsolat nem alakult ki, Hitler részéről ez a viszony egyértelműen látens volt. Az öngyilkosság teljesen letaglózta, pláne hogy az újságok mind azt akarták kideríteni, hogy neki mi köze van a lányhoz és a halálához. Ez nem tántorította el, hogy folytassa kampányát. Ugyanakkor innentől Hitler nem evett húst, vegetáriánus lett. Elmondása szerint azért váltott étrendet, mert a hús a lány holttestére emlékeztette. A sajtó erőteljesen propagálta, hogy Hitler már pedig partnereként kezelte a fiatal rokonát, és az ő bántalmazó viselkedése miatt menekülhetett öngyilkosságba. Ugyanis a holttesten azt vették észre, hogy be van törve az orra. Ez különösen akkori politikai ellenfele, Otto Strasser, a Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt másik tagja erőltette, hát ha így kiütheti a nyerekből pártársát. A Hitler családban az a körülmény volt ismeretes, miszerint Geli gyermeket várt a bécsi zsidó énektanártól, ez dühítette fel Adolfot. Hitler viszont nagyon egyszerű okból nem akarta elengedni maga mellől a lányt. Túl sokat tudott róla. Angela ugyanis modellje volt Hitler aktrajzainak, amihez rendszeresen mesztelenül kellett modellt állnia, és még ki tudja mire vette még rá. Geli halálának oka vélhetően féltékenység volt, habár ekkor jött a képbe egy másik fiatal hölgy is, Eva Braun. Hitler még 1929-ben ismerkedett meg Eva Braunnal, mikor még Geli szeretetét sajátította ki magának. Eva Hitler fényképészének, Heinrich Hoffmannnak az üzletében dolgozott, akkor még 17 éves volt. A lánynak úgy udvarolt, hogy a kabátja zsebébe rakott fecniket, amiken üzeneteket hagyott. Eva Braun ezt viszonozta, majd már 1932-ben Hitler lakásán is tartózkodott. Az viszont elkezdte Évát zavarni, hogy Hitler ritkán találkozik vele, és akkor is keveset foglalkozik vele. Még ugyanebben az évben talál ő is egy revolvert, amivel melbe lövi magát, azonban túléli azt, és Adolf egy luxus lakosztályba költözteti át, mellé pedig munka nélkül is megkapja azt a bért, amit a fényképész üzletben kapott volna fizetségül. Eva Braun öngyilkossági kísérlete gyakorlatilag egy jelzésértékű tett volt Hitler felé, ami elképzelhetően nem véletlenül hasonlít Geli halálára. Fontos akart lenni Hitler számára. Hitlerről annyit tudni, hogy olyan nőket tartott nagyra, mint a külügyi sajtófőnökének a felesége. Ernst Hofstadtl párja egy elegáns, finom arconásokkal rendelkező nő volt. A Führer egyes szóbeszédek szerint annyira belehabarodott a házas asszonyba, hogy amikor maguk maradtak egy alkalommal, térdre rogyva a szerelmet vallott neki, de kikosarazták. Egy időben jó baráti viszonyt ápolt Ernst nővérével, Ernával is, de köztük is csak feltételezett volt a szeretői viszony. Adolf Hitler a vékonyabb alkatú nőkhöz vonzódott, de a teltebb alkatú hölgyeményeket sem vetette meg. A túlsúlyosoktól viszont egyenesen undorodott. A nála magasabb nőket messziről elkerülte. Hitler 1934-ben ismert meg egy Unity Mitford nevű hölgyet, aki újságíró volt Angliában. A Führer a maga kedveskedésével lenyűgözte a hölgyet, aki a családtagjainak úgy áradozott a férfiról, mintha egy istennel találkozott volna. Egyre gyakrabban töltött időt Németországban, sőt még németül is elkezdett tanulni. A náci ideológia propagálója lett Angliában, mindezt azért, mert Unity szerette Hitlert, habár a Führer nem tudatta vele, hogy ő is így érezne. Amikor kirobbant a II. Világháború és Anglia háborús helyzetbe került a németekkel, Unity Mitford úgy érezte, hogy becsapták, ezért öngyilkosságba menekült. Fejbe lőtte magát, amit túlélt, viszont élete végéig viselte annak minden következményét. 1948-ban agyhártyagyulladásban halt meg, amit a fejébe hatoló lövedék következményeként értelmeztek az orvosok. A Führer Eva Braunnal is tudatta, hogy nem akar házasodni, ne is várjon tőle többet. 1935-ben Eva altatókkal lett öngyilkos, ám aznap a nővére látogatta meg, aki időben észrevette a bajt, így túlélte a második kísérletet is.
ez annak is volt betudható, hogy Hitler nem vállalta fel a kapcsolatát, nyilvánosság előtt nem mutatkozott vele. 1936-tól a második öngyilkossági kísérlet hatására mutatta be Évát a közeli barátainak. Azért, hogy ne érezze feszélyezve magát, Hitler különböző ajándékokkal halmozta el kedvesét. Az egyetlen alkalom, amikor nyilvánosan megjelenhetett még kettőjük kapcsolatának bejelentését megelőzően hivatalosan, az az 1936-os berlini olimpia volt. Eva Braun Hitler mellett kapott helyet a lelátón. Adolf Hitler a hatalomra kerülését követően egyszer sem közeledett női alkalmazottai titkárnői felé a feljegyzések szerint. Rettenetesen távolságtartó ember volt. A II. Világháború alatt a bunkerben töltött utolsó hónapjai alatt sem tett semmilyen közeledést a titkárnők felé, akik vele dolgoztak. 1936 és 45 között Eva Braun végig az Obersalzbergeni rezidencián lakott, ahol csak akkor rúgott ki a hámból és szervezett partikat, ha Hitler nem volt vele. Politikai ráhatása Hitlerre nem volt. Valahányszor Adolfnak vendégei voltak, vagy fontos politikai ügyekről kezdtek beszélni, Évát kiküldte a helyiségből, ahol tartózkodtak. A nő nem is volt soha a náci párt tagja. Egyetlen egyszer volt kérése Hitler felé 1943-ban, amikor Albert Speer vezényletével korlátozták a kozmetikumok elérhetőségét a boltokban a háborús termelés felerősítése érdekében. Éva azt kérte, hogy ezt a döntést még lehetőleg halogassák. Így Hitler utasítására a kozmetikumok termelését a felére csökkentették a betiltása helyett. A Führer barátai szerint Hitler azt tervezte, hogy amint a németek győznek a háborúban, ő visszavonul Évával és a német juhászával Linzbe. Egyre nyilvánvalóbb lett azonban, hogy a győzelem lehetetlen. Eva Braun bement 1945. április elején a Hitler bunkerbe, ahol a Führer és a teljes birodalmi vezérkar tartózkodott. 1945. április 28-ról 29-re virradó éjszaka házasodtak össze. A házasságuk csak órákig tartott, ugyanis április 30-án öngyilkosok lettek mindketten. Évával méreg végzett, míg Hitlerrel méreg és egy halántéklövés. Traud Junge, Hitler titkárnője úgy emlékezett vissza, hogy Eva Braun örült a házasságnak, ugyanis az utolsó mondata felé még a halál alatt annyi volt, hogy innentől szólítsa nyugodtan Frau Hitlernek. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó, hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél Facebookon, Instagramon, TikTokon, vagy gyere Discordra, ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatorna tagsági felületén megteheted, vagy Patreonon, vagy pedig szuper köszönet formájában itt a YouTube-on. Legközelebb találkozunk, sziasztok!